Az idén 11 éves kezdeményezés a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel saját termelésű búzát a gazdálkodók. A Tolna megyei adományozó ünnepséget szeptember végén Szekszárdon rendezték. Szimbolikus jelentősége is van ennek a programnak, hiszen a magyar nyelvterületről, a Kárpát-medencéből és a Párciumból jöttek össze ezek az adományok, és ezeket az adományokat, lisztadományokat összeöntjük, és ebből készül a liszt, és tulajdonképpen nagyon szépen szimbolizálja azt az egységet, amelyben mi magyarok és a magyar gazdák gondolkodnak. Idén a megye 91 felajánlója 9340 kg búzát tett a közösbe. A mennyiségből a régió három civil szervezete részesült egyenként mintegy 1000 kg liszt adományban, köztük a Paksi Karitás csoport, melynek tagjai kiosztották az 5 kilós csomagokat a rászorulóknak. Már jó erőre összegyűjtöttük az igénylőket, tehát egészen pontosan kilóra megvan, hogy ki mennyit kap és hogyan tudja elszállítani. Egyházak is kapnak, tehát a paksi egyházak, de kapott a nagydorogi katolikus egyház, de gyakorlatilag aki kért, akihez el tudtunk jutni mindenki, természetesen elsősorban a klienseink, de én úgy szoktam mondani, hogy az úgynevezett szemérmes szegényeket igyekeztünk fölkutatni, tehát akik nem nagyon szeretnek kérni, mert úgy érzik, hogy mások jobban rá vannak szorulva. Annak örülök, hogy most sikerült nekik is, sikerült őket is meggyőzni arról, hogy nyugodtan átvehetik ezeket. A mintegy 1000 kg lisztet Sárközi Lajos szállította a Bonyhádi Malomból Paksra a római katolikus plébániára. A csomagokat a helyszínen a segítőkkel közösen adagolták, de egy nagyobb szállítmányt a Kereszt utcában található Paks Kistérségi Szociális Központ idősek és fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézménybe is eljuttattak.